Lengtek a zászlók és zengett a csarnok, így fogadták kedvenceiket a szurkolók hétfőn este az Audi arénában. Hosszú szezon volt, mely során három fronton is helytállt a győri Audi Eto KC. Az érem kollekció mindegyikéből jutott egy a zöldfehéreknek, hisz a bajnoki arany mellé egy Magyar Kupa ezüst és egy Bajnokok Ligája bronz került a vitrínbe. Híradónak Ambrosz Mártin, a csapat távozó vezetőedzője, megköszönte mindazt, amit az elmúlt két évben kapott, külön kitért a szurkolókra is. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott minket ebben a két évben. Nem úgy zártuk a szezont, ahogy azt szerettük volna. Nagyon magasra tettük a mércét, nagy célokat határoztunk meg a szezon előtt, és nagyon közel voltunk ahhoz, hogy mindent el is érjünk, de csak a bajnoki arany jött össze. Ennek ellenére nagyon boldog vagyok, hogy megkaptam a lehetőséget Győrben, és újra részese lehettem a klubnak. Azt is el kell mondanom, hogy arra nincsenek szavak, amit a győri szurkolókról gondolok. A klub változhat, a kézilabda változhat, az edzők személye változhat, a játékosok és a menedzsment is változhat, de a szurkolók maradnak, és támogatják a csapatot, bármi is történjen. Elbuktunk, mégis itt vannak velünk. Mit is mondhatnék arra, ha valaki ekkora tiszteletet, szeretetet és támogatást ad nekünk? Erre nincsenek szavak. A hétfői eseményen ott volt Szelesz Szabolcs is. Győr alpolgármestere minden játékosnak és stábtagnak megköszönte az egész éves munkáját. Szenzációs csapatunk van, hiszen ebben az évben is azért három érmet gyűjtöttek a lányok, hogy a Magyar Kupa ezüstérem mellett egy bajnoki gálya harmadik hely és egy magyar bajnoki cím jött össze. A Final Four-ba odaérni az eleve egy nagy kihívás, mindenki ezért küzd, mindenki ezért dolgozik ebben az évben, hogy a legjobb négy csapat közé férjen Európában, és ez már sokszor sikerült a lányoknak. Érzelmekkel teli év volt, tehát ebben benne volt minden, szerintem, amit egy szurkoló a sportban szeret, azt átéltük az egész évadban is, meg egyébként a Final Four alatt is, úgyhogy sok mindent hozott magával, most meg kell ünnepelni a sikereket, aztán a stáb nyilván neki áll dolgozni a következő szezon csapatát összeállítani. Én azt gondolom, hogy jó, jár a pihenés, kell a pihenés mindenkinek, kell a pihenés a szurkolóknak, kell a pihenés a stábnak, kell a pihenés a játékosoknak, és aztán jön a következő évad, ahol új erőben neki kell állni. A beszédek és a csapatfotózás után jöhetett a rendezvény kötetlenebb része. A játékosok örömmel fotózkodtak és váltottak néhány szót az egész évben velük tartó szurkolókkal. Nagyon jó volt, és óriási hálával tartozunk nekik, hiszen tényleg egész évben mellettünk voltak, és olyan volt számunkra minden egyes mérkőzés, mintha ott lettek volna velünk a pályán, úgyhogy innen is az egész csapat nevében szeretném nekik megköszönni, mert hihetetlen sokat segítettek, és most is a Final Four is, hogy ott voltak velünk. Nekünk ez nagyon nagy erőt adott, úgyhogy reméljük, hogy ez továbbiakban is így lesz. Nagyon nagy erőt adnak nekünk, minden mérkőzésen tényleg ott vannak, ha hátrányban vagyunk, akkor is segítenek, és tényleg úgy érzem, hogy van plusz egy fő a pályán velünk. Nektek most mi a programotok, pihenés, gondolom? Igen, most ezen a héten még van egy nap válogatott összetartás, viszont utána jöhet a pihenés. Véget ért tehát a hosszú szezon, jöhet a feltöltődés, a jól megérdemelt pihenő után pedig újra elindul az Eto, hogy újra három arannyal örvendeztesse meg a szurkolóit.